Ez a kérdezen Nógrádi Györgytől mai adása. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és már itt van velünk a Zoom túlsó végén Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, aki egyébként egyedül be tud lépni a Zoomba, szóval ez óriási teljesítmény. Jó napot kívánok, tanár úr, milyen a világ legjobb informatikusának lenni? Nem tudom, második vagyok még csak, de törekszem az első helyre. Most éppen azon szenvedek, hogy némára tegyem a mobiltelefont, hogy ne szólaljon meg műsor közben. Sikerült, némán van. Én vagyok akkor, amíg az a első tanár úr a telefonját is önállóan kezeli, néhány szolgálati közleménnyel indítanék. Egyrészt arra kérünk mindenkit nagy tisztelettel, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra. Nagy öröm számunkra, hogy folyamatosan bővülünk, és már több mint 167 ezeren vagyunk, úgyhogy ezzel is tudják támogatni a munkánkat. Lesznek előadásaink is a jövő héten, ahova szeretettel várunk mindenkit. Március 12-én Dunaszerdahelyen, március 13-án Nyúlon, március 14-én pedig Köbölkúton lesz előadásunk. A részleteket megtalálják a videónk leírásában található linkeken és a www.ultrahang.tv/rendezvények oldalon. Arra kérünk mindenkit, hogy regisztráljanak ezekre a rendezvényekre, hogy lássuk, hogy hányan érkeznek. Köbölkúton egyébként Nógrádi György mellett Robert Szikeszter biztonságpolitikai szakértő is ott lesz majd valamilyen formában. Várhatóan egyébként Zoomon keresztül fogjuk őt kapcsolni. Szépen gyűlünk, de még vannak szabad helyek, úgyhogy kérjük, hogy értesítsék az ismerőseiket, és jöjjenek el a környéken élők, illetve akár a környező megyében élők is, szerintem nagyon jó előadások lesznek. Illetve továbbra is rendelhető Nógrádi Györgynek az új dedikált könyve, a Kennedy könyv, és a többi könyvek is. Erről pedig a www.ultrahangkönyvek.com oldalon szerezhetnek információkat. Most pedig kezdünk. A tanár urat kérném, hogy ismertesse az elmúlt napok legfrissebb híreit. Bár ha némára vette a mobilját, akkor nem tudom, miről fogja olvasni. Ez egy nagyon rossz indulatú megjegyzés volt. Én amióta élek kis papírkákra írom, tehát a mobilra soha életemben nem írtam. Ennek rendkívül egyszerű oka van, nem tudom, hogy kell odaírni. Az elmúlt napok eseményei. Egy. Óriási viták vannak a Taurusról Németországban. Talán lesz lehetőség róla beszélni. Kettő. Senki nem tudja, tegnap előtt, és aki nyelvet tud, nézze vissza vasárnap este, bocsánatot kérek, tegnap előtt este, az hétfő. egy hétfő este a Német Egyes csatornán volt egy műsor, német politikai és katonai vezetők vitatkoztak a Taurusról. Este 9-től 10 óra 15-ig, és ott mondták el, hogy Németország eladott 260 Taurus rakétát Dél-Koreának. Én megmondom, hogy szintén nem tudtam. Gantz, izraeli miniszter elment tárgyalni Washingtonba úgy, hogy Netanyahu letiltotta. Tehát látszik, hogy az izraeli kormányon belül rendkívül komoly problémák vannak. A gázai harcokban meghalt a Hezbollah főnökének, a Nasrallahnak az unokája. Érdekes, hogy semmilyen komolyabb hír erről nem jött ki. Mondom tovább. Austin, amerikai védelmi miniszter bejelentette, hogy Ukrajna veresége után a NATO-nak kell beavatkozni a háborúba. Én ezt máshogy látom, de ez egy más kérdés. Számomra rendkívül érdekes volt, hogy Törökországban az Antaliai Fórumon 147 ország vett részt, tehát idézőjelben világon mindenki, aki számít. Rafahnál az izraeli támadás megakadt, ennek több oka lehet, az egyik az, hogy óriási nyugati nyomás megy rájuk, hogy álljanak le, ne folytassák tovább ezt a népirtást. Rengeteg dolog történt, az új ukrán főparancsnok, dandárparancsnoki szintig a parancsnokok jelentős részét leváltotta. Hollandia megállapodott Ukrajnával, és idén 2 milliárd euróval támogatja Ukrajnát a harcokban. A Hamas tárgyal a fegyverszünetről Kairóba, USA-val, Izraellel, Egyiptommal. Katar általában mindenütt ott van, és ami nekem érdekes volt, a német egészségügyi miniszter, aki amerre megy botrányt csinál a Lauterbach, kíváncsiak, hogy mikor váltják le, bejelentette, hogy Németországnak föl kell készülni a háborúra az egészségügy területén. Szerintem hülyeségeket mondott, de ez a magánvéleményem. Ennyi volt a legfontosabb híre. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Kezdjük Németországgal. Igen. Ugye a tanár úr is említette egyrészt a vitát, másrészt azt a kiszivárgott beszélgetést, ahol a hadsereg magasrangú tagjai beszélgetnek arról, hogy hány Taurus rakéta kellene a krími híd felrobbantásához. Tegnap Horváth József biztonságpolitikai szakértő járt nálam, aki azt mondta, hogy két forgatókönyv van. Az egyik, hogy maguk a németek szivárogtatták ki valami fajta érdekcsoport annak érdekében, hogy megelőzzék a Taurus rakétának a szállítását. A másik verzió, hogy az oroszok szivárogtatták ki, hogy megmutassák, hogy egyébként tudunk róla, és hogy ez egy vörös vonal számukra. Egyébként Horváth József szerint inkább a második verzió a reális. A tanár úr hogy látja ezt a kérdést? Szóval kinek az érdekében állt ez a kiszivárogtatás, és mennyire rendezheti át a belpolitikai viszonyokat ennek a hírnek a megjelenése? Kezdjük az elején. Én a Horváth József urat az ország egyik legjobb biztonságpolitikai szakértőjének tartom, amit elmondott, egyetértek. Kettő. Szerintem is valószínű az orosz kiszivárogtatás. Három. Annyiba váltott mindent, változtatott mindenen, hogy senki nem tudta, hogy hogy reagáljon Németországba. Az ellenzékből a CDU-CSU ragaszkodik a Tauruszok Ukrajnának való átadásához. A másik két ellenzéki párt, az AfD és a Linke nem akarja a fegyverek kiadását. Következő. A hárompárti német kormányon belül az a zöld párt, amelyik hagyományosan békepárti volt, most ragaszkodik a fegyverszállításhoz, és az a liberális párt, amelyik ma nem írja az 5%-ot, tehát ha ma lennének a választások, nem kerülnének be a parlamentbe, ő adja a Honvédelmi Bizottság elnökét egy 65 éves hölgy személyébe, aki kőkeményen ragaszkodik a fegyverszállításhoz. Őt most ki akarják küldeni képviselőnek Brüsszelbe, hogy valaki más vegye át a Honvédelmi Bizottság vezetését. Ha elmondhatom a magánvéleményem, és én mindig hozzáteszem, hogy én csak egy hülye egyetemi tanár vagyok. A német kancellár számára ez azt jelenti, hogy erős támpontot kapott ahhoz, hogy ne adja át a rakétákat. Tehát máshogy fogalmazva, az oroszok, ha ők voltak 99%, hogy ők szivárogtatták ki, akkor bemutatták azt, hogy képesek a német legfelsőbb vezetés lehallgatására, ugyanis a négy emberből, akit beszélget, egyik a légierő főparancsnoka, tehát nem egy beosztott tisztecske, hanem a légierő főparancsnoka. Ezek után nyilvánvaló, hogy a németek nagyon komoly orosz ellenvéleményt kaptak, második világháborúról, németek helyzetéről, a Taurusokról, tehát Scholz egyértelművé tett, hogy nem szállítja le a rakétákat. Scholz elment ezek után egy iskolába, ahol ezt elmondta elég egyértelműen. Én mindig elmondom, hogy Scholz egy kiváló gazdasági vezető, nem karizmatikus. Eddig tudta a hárompárti koalíciót vezetni, ami egy szörnyű nehéz dolog. A tanár urat egyébként mennyire lepi meg az, hogy a zöldek, akik hagyományosan egyébként háború ellenesek és fegyverküldés ellenesek, akár a leghangosabban támogatják a fegyverszállítást, és a szociáldemokrata Scholz tűnik ebben a kérdésben még akár a CDU-CSU-hoz képest is a legmérsékeltebb politikusnak. A válaszom az, hogy így van, de egyet látni kell, a zöldek első pillanattól kezdve két szárból állnak. A reális zöldekből és a hagyományos zöldekből. Az egyiket Habeck képviseli, a másikat Baerbock. Ha megnézi a Baerbock, Annalena Baerbock külügyminiszter külpolitikáját, hát az egy óriási csapkodás. Ide megyek, oda megyek, ezt ígérem, azt ígérem, a Habeck sokkal reálisabb, de a külügyminiszter ebbe a kormányba a Baerbock. A Scholz pedig a hagyományos szociáldemokrata vonalat viszi. Ennek van előzménye, Egon Bahr, Willy Brandt, Helmut Schmidt. Tehát nagyon sok olyan német vezető volt, most hülyeség, amit mondok, aki ha ma élne, ugyanezt a nézetrendszert csinálna. Mi az oka annak, hogy a jobboldali, vagy hát jobboldalinak nevezett CDU-CSU koalíció a fegyverszállítást meg Ukrajna támogatását ennyire sürgeti, miközben látjuk, hogy a német közvélemény azért igencsak megosztott a kérdésben? Mert azt látja, hogy a brit jobboldal ugyanezt csinálja, a francia jobboldal ugyanezt csinálja. Hát én reggel végignéztem már a világban ilyen tegnap megtörtént híreket. A Macron elment egy középiskolába, Prágába, ahol elmondta azt, hogy ha kell, katonailag bemegyünk Ukrajnába. A válaszom az, hogy a NATO ezt, hála jó Istennek, elveti. Két balti ország támogatja. Mellette állt a cseh államfő, aki négy csillagos tábornok volt a NATO-val, aki szintén nem támogatta. De látszik az, hogy a jobb oldalak általában egy kőkemény orosz ellenes politikát mondanak. Mert most kell megállítani Oroszországot. Miért? Oroszország elfoglalja Európát. Képtelenség.
Hát Európában a NATO hagyományos erei 4-től 6-szor erősebbek, a haditengerészet, a harckocsik, a tűzérség, mint az oroszok. Tehát egyszerűen, akik ezt mondják, az alapvető számokat nem ismerik. Veszőparipám, én sokszor elmondtam ebben a műsorban is a háború kitörése óta szinte, hogy ez a háború azért fog elhúzódni, hogy nehogy ki kelljen mondani, hogy egyik vagy másik fél nyert, vagy egyik vagy másik fél vesztett. És most, amikor Oroszország lényegesen jobban áll a fronton, ráadásul látjuk, hogy Ukrajna esetében komoly fegyverlőszer hiány van, és talán a pénzhiány is kezdődik kialakulni. Most nagy kérdés, hogy tényleg meddig mennek el a nyugati országok annak érdekében, hogy továbbra se kelljen kimondani azt, hogy Ukrajna elvesztette ezt a háborút. Nagyon csúnya lesz, amit mondok. A nyugat azt várja, hogy mi történik novemberben az USA-ba. Az előválasztásokon aratott Trump és Biden. Úgy néz ki, hogy Trump indulhat. Ha indul, Biden ellen elsőprő sikerrel győz, hát Biden szegényke nem tudja, hogy hol van. Első kérdés. Augusztusban a demokrata konvención visszaléptetik Biden? Nem tudom megmondani. Második kérdés. Ha visszaléptetik, kit lehet helyette indítani? A Kamala Harris-t, az alelnököt semmiképp, mert ő alkalmatlanabb, mint Biden. Nem akarok róla csúnya jelszöket mondani. Tehát valakit kell találni, akit augusztustól novemberig föl tudok építeni. Jogilag ez egy szörnyű nehéz, politikailag megoldható. De hát hol voltak az előválasztáson ezek az emberek? Tehát rengeteg dilemma van. Trump ma uralja a republikánus pártot. Igen, de rengetegen a háttérben nincsenek vele. Erőm a fütyül, mert nincs ellenfele. Ha kormányra kerül, kikből alkotja a kormányt? Bevonja a Hélit? Hélit már az USA megismerte. Héli most egy előválasztás korában egyet, most tegnap megnyert. Tehát mi fog történni? Rengeteg a kérdés, ezen mind kihat az orosz-ukrán frontra. Én hónapok óta azt mondom, hogy Washington és Moszkva meg fognak állapodni Ukrajna fölött. Európa pedig egyedül nem tudja ezt az elképesztő mennyiségű lőszert, pénzt odaadni. Zárójel, mit mondtak a csehek? Hogy ők föltérképezik, hogy a világon hol van 155 mm-es eladó tüzérségi lőszer, Európa vegye meg és adjuk oda az ukránoknak. Mit mond Trump? Lehet pénzt adni, de csak kölcsön formájába, és kérjük vissza. És Trump ezeket a pénzeket így vagy úgy vissza fogja szerezni. Azt mondta, hogy Moszkva és Washington megállapodhatnak az ukránok feje fölött. Ön szerint ezek a megállapodások hol tartanak? A válaszom az, hogy Biden alatt valószínűleg sehol puhatolózások folynak, de több nem. Én elmondtam legalább kétszer, tehát elmondom harmadszor, amikor Kazasztánban változás volt, és jött Tokajev, amerikaiak azt mondták, hogy elnézést, de hát 37 milliárd dollár befektetett tőkénk van itt. Mi volt Tokajev válasza? Mi ezt garantáljuk? Mi volt az amerikai válasz? Ettől kezdve szabad kezet kapnak. Mi lesz Moszkva és Washington közt? Washington el fogja mondani, hogy kérem, eddig ennyi földet, ennyi egyéb dolgot felvásároltunk. Az orosz válasz az lesz, oké, okay, ezek a területek továbbra is Ukrajna részei lesznek, mi ebben nem szólunk bele. Mit fognak követelni az oroszok? Egy, a Krimről tárgyalni se hajlandó. Kettő, az elfoglalt döntően oroszlatta területeket. Ebbe az USA bele fog egyezni. Ez lesz a kompromisszum alapja. És a nagy kérdés, és én ezt mindig elmondom, hogy hol lesz Ukrajna nyugati határa. Azt, hogy a Medvegyev hülyeségeket beszél és térképet tesz közzé, hogy lengyelek, románok és magyarok milyen területeket kapnak, nekünk idézőjelbe adja át Kárpátalját, ez egy ukrán terület, kettő a lakosság háború előtt 8-12%-a volt magyar. Ez a szám lecsökkent a halálesetek, az elmenekülés, az elüldözések miatt rengeteg ukrán települt be, mik a román? Soha ki nem mond a stratégiai célok. Mik a lengyel célok a korábbi szín lengyel lakosságú területekkel? Na most azt, hogy a Zelenszkij naponta gyönyörű beszéddel tart, tényleg most már annyira irigylem a zöld pólójába, előbb-utóbb veszek egyet magamnak, ez nem fog hatni Varsóra. Mik lesznek a lengyel célok? Bele lehet-e abba menni, hogy egy NATO ország elvesz területet egy olyan országtól, amelyet eddig a NATO támogatott? Senki erre ma nem mer válaszolni, de ezek a jövő nagy kérdései lesznek. Egy egészen friss hír, hogy távozik a Biden kormányból Victoria Nuland, az Egyesült Államok ügyvivő külügyminiszter helyettese, aki a jelenlegi kormány egyik leghangosabb szószólója Ukrajna ügye mellett. Ugye ő ügyvivő külügyminiszteri helyettes volt, és aztán úgy nézett ki, hogy állandósítják, de végül nem rá esett az elnök választása. Hivatalosan nem indokolták egyébként, hogy miért. Az orosz narratíva az az, hogy a személycsere azt mutatja, hogy a Biden kormány Ukrajna politikája
kudarcot vallott, és irányváltás készül Washingtonban. A tanár úr hogy látja a kérdést? A Biden kormány Ukrajna és egyéb politikája kudarcot vallott. Nem hiszem, hogy fél év alatt irányváltás lesz Washingtonban. Nuland egy elképesztően képzett hölgy volt, rengeteg ellenséggel. Ezen a szinten természetes, és soha nem mondjuk ki. Én egyszer elmondtam, a férje az Egyesült Államok egyik legjobb biztonságpolitikai szakértője. Tehát ő nyilvánvalóan a szellemi elit része. Ha győz Biden, én ennek az esélyét jelenleg minimumra teszem, akkor nyilván az amerikai politika a kormányzatát fog alakulni. De ez november után lesz. Novemberig itt egy stratégiai váltásra véleményem szerint nem kerül sor. És hogyha megnézzük a frontot, akkor ott is sok minden történik. Egyrészt többek között arról írnak különböző elemző központok, így az amerikai elemzők is, hogy az orosz légierő megváltoztatta a taktikáját, amely sokkal kockázatosabb és agresszívabb jelleget tölt, minthogyha készülnének légifölényt kialakítani, ennek érdekében akár veszítenek is el egyébként eszközöket. Aztán szintén egy friss hír, hogy Bocsánat, igen. egy megjegyzés. Ez így igaz. Az oroszok a légifölényt megszerezték. Mi az ukrán cél? Kapják meg a F-16-osokat, hogy ők a légifölényt ellensúlyozzák. Egy, nagyon keveset kapnak, nem tudják a légifölényt ellensúlyozni, tehát a orosz légifölény tény. Igen, innen mehetünk tovább. Akkor ide viszont hadd kérdezzek, hogy a tanár úr szerint már kimondható, hogy az oroszok megszerezték a légifölényt? Hosszú hónapok óta az összes nyugati jobb szakértő ezt kimondja. Most azt, hogy egy amerikai elnézést, propaganda, nem mondom, hogy ügynökség, propaganda híradás mit mond, az egy más kérdés. Óriási az orosz légifölény. Az ukrán gépekről nem lehet hallani. Ha melyik gép felszáll, az nagy valószínűséggel oroszok lelövik. Akkor és a másik, hogy ugye a tengeren is folyamatosan zajlanak különböző incidensek. Most ukrán drónok támadása következtében elsüllyedt egy orosz rakétás korvett a Krím délkeleti partjainál, ami tovább növeli az orosz haditengerészet veszteségeit, és azt írja a Forbes egyébként, hogy ez a mostani incidens is pótolhatatlan veszteséget jelent a Feketi-tengeri flotta számára. Hát most már lassan összeszámolni sem tudom, hogy hány lényeges hajót ért támadás, vagy akár süllyedt el, ugye kezdve a Moszkva cirkálótól, de volt ezen túl is ilyen jellegű támadás, és sok van a Krímnek a környékén. Ezek mennyire végzetesek, vagy mennyire lehetnek intőjelek az orosz hadseregnek? Ez nagyon nagy mértékben intőjel az oroszoknak. Egy, a hajó elvesztését a oroszok még nem ismerték be. Kettő, ukrán adatok szerint meghalt 5 vagy 6 ember a hajón, és ugyanennyi sebesült meg. Sebesült. Következő, egy helikopter is volt ukrán jelentések szerint a hajó fedélzetén, ez is megsemmisült. Az oroszok most a haditengerészet jelentős részét visszavonják a Krimtől keletre, pontosan azért, hogy a ukránok ne tudják elsüllyeszteni. Ukrán haditengerészet jelenleg a Fekete-tengeren gyakorlatilag nem létezik. Nyilvánvaló az, hogy rengeteg, főleg brit rakétát kaptak az ukránok, hogy ezt a környékére telepítették ezeket, ezek földvíz rakéták. Nyilvánvaló az, hogy az ukránok belátható távolságon belül hajókat képesek elsüllyeszteni, ezért az oroszok ezeket a hajókat visszavonták. És a frontnak talán van egy másik aspektusa is, ez pedig a kereskedelem gabona kérdés. A legfrissebb hírek szerint bejelentette az ukrán kereskedelmi miniszter, hogy Ukrajna kész elfogadni az Európai Unióval folytatott kereskedelmére vonatkozó korlátozásokat, cserébe azért, hogy lezárja a vitát egyik fő támogatójával, Lengyelországgal. Ugyanakkor meg sürgette az EU-t, hogy tiltsa be Oroszországból a gabona importját, mivel az még mindig eljut az EU-ba Fehér Oroszországon és a Balti át. Az ukrán és a lengyel tisztviselők jövő hétfőn ismét találkoznak, hogy a hónap végéig rendezzék a vitájukat. A tanár úr szerint itt a részletszabályosok hogyan zajlódhatnak, és fellélegezhetnek-e az európai gazdák, hogy immáron nem jön korlátlanul az ukrán gabona Nem Európába? lélegezhetnek föl, mert fog jönni az ukrán gabona. Tehát ha megnézem, Ukrajna olyan dolgokat mond, amelyek mindig ezeken a kérdésekben féligazságok. Ő azt mondja, hogy orosz gabonát csempésznek át Bieloruszon keresztül, lehet, de ukrán gabonát is.
Tehát ha megnézem azt, hogy a pénznek nincs szaga, akkor azt látom, hogy az ukránok is bármi áron a gabonát szállítani akarják. Ha megnézi az elmúlt néhány nap lengyel-ukrán határeseményeit, a lengyel gazdák tömegével borítják ki az ukrán gabonát. Óriási az ukrán tiltakozás, a lengyel gazdák fütyülnek rá. Tehát ma Európa szerte a gazdáknak az ukrán gabonából elegük van, az Európai Unió pedig, és most bocsánatot kérek, nem az európai érdekeket képviseli ebbe a vitába, hanem valami magasabb rendű, számomra nem létező szempontot. És akkor mindenki azt találgatja, ugye, hogy meddig fog tartani ez a háború, meg lesz-e megegyezés egyáltalán, akár az amerikai elnökválasztások előtt, és Dmitrij Medvegyev, akit mostanában nem tudjuk, hogy mennyire lehet komolyan venni, de most legutóbb azt mondta, hogy a jelenlegi kijevi vezetéssel nem lehet tárgyalni az ukrajnai helyzet megoldásáról, csak új emberekkel, akik elismerik a terepen kialakult realitásokat, és azt mondta, hogy az orosz különleges hadművelet a neonácik kapitulációjáig fog tartani. Hogyan értékeli ezeket a mondatokat? Medvegyev felsorakozhatna rengeteg nyugati szakértő mellé, akik hülyeségeket beszélnek. Egy dologban Medvegyevnek igaza van, ezzel az ukrán vezetéssel nem lehet tárgyalni, annál kevésbé, hiszen Ukrajnában törvényt fogadtak el, hogy nem tárgyalnak az oroszokkal. Tehát ez egy rókafogta csuka helyzet. Másik, a neonáci. Én nem hiszem, ezek a kifejezések lehet, hogy orosz szempontból értékelhetők, európai szempontból nem. Az ukránokra el lehet mondani, ukrán vezetésre, hogy csalnak, lopnak, hazudnak, korruptak, hogy neonácik lennének. Ez számomra tévedés. Ugyanúgy, hogy most az oroszok közé tették, hogy a Taurus kapcsán kiderült, hogy mennyi neonáci van Németországban. Igen, de nem a katonai és politikai felső vezetésben. Azért ezt látni kell. Az elmúlt napokban zajlott ugye az antalyai diplomáciai fórum, Igen. amelyen egyébként többek között Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke is részt vett, de ott volt egyébként Szijjártó Péter magyar külügyminiszter és Juraj Blanár szlovák külügyminiszter is, akik egyébként pénteken találkoztak az orosz diplomácia vezetőjével, méghozzá Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. És Donald Tusk lengyel miniszterelnök aztán hétfőn élesen bírálta a magyar és a szlovák külügyminisztert. Azt mondta, hogy azon a napon, amikor Alekszej Navalnyi orosz ellenzéki vezetőt eltemetik Moszkvába, nem csak a jó vagy a rossz ízlésnek a megnyilvánulása. A polonyi és a budapesti kollégák ismét bebizonyították, hogy bizonyos kérdésekben túlságosan eltérő a véleményünk, bizonyára, ami az Oroszországhoz vagy való hozzáállás és az Ukrajna elleni támadást illeti, ezt mondta Donald Tusk. Engem az érdekelne ebből a történetből, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban, a Fico kormány megalakulása óta, minthogyha a szlovákok is inkább a magyarokhoz csatlakoznának ezekben a kérdésekben. A válaszom az, hogy egyértelműen igen, és amit ön mond, arra próbálok röviden válaszolni. A lengyel diplomácia hagyományosan angol száz barát és Brüsszelt refügyül. A Tusk legjobb barátja a politikában Angela Merkel volt, akivel a migráns kérdés kapcsán 2015-ben különbözött össze. A lengyel vezetés úgy gondolja, hogy a V4-ek abból áll, hogy Lengyelország plusz három kis ország, és ez szerint is politizál. Tehát nyilván nagyon sok mindent át kell gondolni a V4-ek esetében a jövőben, mert a lengyelek ehhez a kérdéshez is máshogy állnak. A lengyel vezetésben benne van a zsigeri orosz ellenesség, ahogy a Baltiban is. A Macron-féle javaslatot, hogy küldjön csapatokat Ukrajnába, ami a harmadik világháború előjátéka lenne, két balti ország támogatta egyébként senki. A lengyelek többször kijelentették, hogy hajlandók békefenntartókat küldeni Ukrajnába, lengyel katonákat. Tehát a lengyel gondolkodásmódban a hagyományos szovjet, majd orosz és német ellenesség benne van. Tusknak ezeket a megjegyzéseit nem kell túl komolyan venni, de látszik, hogy a lengyel politika és diplomácia fordul. Navalnyi kapcsán beszéljünk még, hogy nagyon érdekes, hogy azt mondja az orosz kémfőnök Szergej Naryshkin, hogy Navalnyi, ő az SVR-nek a vezetője, hogy Navalnyi természetes halállal halt meg, és az összeesküvés elméleteknek nincs alapjuk. Sajnos az embereknek van egy sajátosságuk, előbb-utóbb véget ér az életük, meghalnak, Navalnyi természetes halált halt, és hogy a nyugat sátáni táncot rendez Navalnyi koporsója körül, ez pedig erkölcstelen, alantas és szégyentelen. Ugye nagyon érdekes, hogy egyébként időnként felröppennek, vagy hogy a nyilatkozatok
Ukrajnában ez van, hogy Navalnyi természetes halált halt meg, amit valóban nagyon nehezen hiszel bárki. Egy, Navalnyi haláláról nem hiszem, hogy a külső hírszerzés főnökének kellene beszélni. Kettő, Navalnyit, amikor börtönbe tették, az vitatható. Hogy utána még 19 évet rásóztak, ez nyilvánvaló volt, hogy Navalnyi a többi az orosz mai politikai vezetés nem számol. Három, én elmondtam nagyon sokszor, Navalnyinak nem lett volna szabad hazatérnie. Tehát ő külföldön valaki volt, nyilván Oroszországban egy ellenzéki csoportosulásnál figyelt. Ő volt az egyetlen valós kihívója Putyinnak. Abban a percben, hogy orosz területre lépett, senki nem garantálta az életét. Pont. A Wagner csoport vezetője, ahogy megindult Moszkva ellené, elmondtam, hogy nem kötnék rá életbiztosítást. A Navalnyra se kötöttem volna. Tehát nem értem, hogy alapvető politikai igazságukat ennyire tehetséges, képzett emberek nem vettek észre. Ő attól kezdve, hogy belépett orosz területre, elnézést, aláírta a saját halálos ítéletét. Hogy valóban hogy halt meg, megint másodlagos. Hogy lőtték le a Wagner csoport vezetőjét, másodlagos. A tények számítanak. Pont. És akkor most egy közvéleménykutatással folytatnám, ami lehet, hogy szintén nem a tény kategória, de minden esetre megpróbálták és megmérték. Ebből az derült ki egyébként, hogy ha most tartanának elnökválasztást Ukrajnában, akkor Zelenszky csúnyán alul maradna. Ezt a Sosis nevű közvéleménykutató cég készítette ezt a felmérést, és ebből az derül ki, hogy ha Zelenszky és Zaluzsny indulnának, akkor az első fordulóban Zaluzsny a szavazatok 41 százalékát, a második fordulóban pedig a 67,5%-át kapná a szavazatoknak, míg Zelenszky az első fordulóban 23,7%-ot kapna, a második fordulóban pedig 32,5%-ot. Mit gondol erről, mennyire lehetnek reálisak ezek a mérések? Abszolút. Én nagyon sokszor elmondtam, hogy nem értem, hogy az oroszok 2 évvel ezelőtt miért támadtak. Zelenszky akkori népszerűsége 10-15% között volt. Zelenszkyt az életben nem választják meg egy viszonylag tisztességes szavazáson még egyszer Ukrajna államfőjének. Ő most a Fox News-nak elmondta, hogy ő biztosabb, hogy őt újra választják. Én nem. Én nem fogadnék rá. Alkalmatlan. Egy hihetetlen demagóg. Nevezzük politikusnak. Pont. Bárki indul ellene, akinek minimális esélye van, az megnyeri, megveri. Az ukrán katonai vezetésből a két csúcstábornok sokkal sikeresebb, mint ő. Ugye érdekes ez az egész helyzet, mert hogyha majd tényleg nem lesznek választások Ukrajnában, most már pedig úgy tűnik, hogy nem lesznek, ugye májusban kellene nagyjából lenni, akkor utána mennyire lesz az felvetve, akár egyébként az orosz propaganda részéről, akár más részről, hogy illegitim a kormány? Vagy ilyenkor háborús helyzetben ez teljesen bocsánatos, hogy nincsenek választások? Szövetségeseinkkel kapcsolatban általában minden bocsánatos. Az amerikai dilemma hosszú időn keresztül az volt, hogy mit akarok, demokratikus választást, ahol a nyugatbarát erők vesztenek, vagy olyan diktátort, aki nem demokratikus, de nyugatbarát. Egy idő után a válasz, ez az arab tavasz alapkérdése az volt, hogy a nyugatbarát diktátort választom. Oroszok ki fogják ezt használni? Persze, mit mond Zelenszky, hogy nincs rá pénze, hogy ne lenne rá pénze? Elképesztő mennyiségű pénzt kap a nyugati országoktól. Tehát tökéletesen tudnia kell, ha ma kírja a választásokat, ő veszít. Ha veszít, kérdés, hogy megúszza-e. Hát egyszer utána néznek annak, hogy mi a felelőssége a háborúban, és mennyi pénzt tűnt el a kezei között. És a tanár úr, hogy látja egyébként, hogy most itt ugye Zaluzsnyit mérték, de hogy például Igen. Zaluzsny indul vajon a választáson? Ez egy nagyon fura dolog. Nekem meggyőződésem, hogy a tábornoki kar mindent a nyugati világba, most Ukrajna tudom, hogy nem az, általában képzett. Ő is jól látja a realitásokat. De ez egy szörnyű nehéz dolog, mert neki tudnia kell, hogyha indul, életben marad-e. Ha indul, mi az amerikai álláspont, és bocsánatot kérek, mi az orosz álláspont. Ha ezekben meg tudja szerezni a hallgatólagos támogatást, akkor indul és nyer. Azért kérdezem, mert ugye az előbb mondta, hogy nem értette, hogy az oroszok miért támadtak, de bennem az merül fel, hogy ha Zaluzsny lenne az új elnök, akkor változna-e bármi, vagy akár még markánsabb lenne Ukrajnának a nyugatbarát politikája. Erre a válasz az, hogy erre ma ember nem tud választ adni.
Egy egyszemélyi diktátor esetében, és Zelenszkij is az, Putyin is az, a második ember soha nem mondhat semmit, mert ha bármit mond, eltűnik a sülyeztőbe. Erre mindenütt a világon, a történelemben volt példa. Tehát ez egy rendkívül érdekes. Most jutott eszembe, hogy Franco hogy lett Spanyolország első embere? Nem őt akarták, egy másik tábornokot, nem akarom föltenni kérdésként, egy San Giorgio nevű tábornokot, aki fölült egy repülőgépre, és a gépe fölrobbant. Máig a németek azt mondják, hogy a britek voltak, a britek azt mondják, hogy a németek voltak. Tehát nyilvánvaló egy tábornok a gazdaságot nem ismeri, a politikai biztonság, politikai körülményeket nagyon jól ismeri, de tudnia kell, hogy ő hozzá hogy viszonyul a számára fontos külvilág. A tanár úr is említette a beszélgetés egy pontján Emmanuel Macron francia elnöknek a mostani nyilatkozatait, ebben még egy kicsit részletesen belemennék. Többek között azt mondta egyébként, hogy a nyugat gyáva és felszólította Ukrajna európai szövetségeseit, hogy mutassanak nagyobb bátorságot, mivel egyre nagyobb fenyegetést jelentenek számunkra az orosz elők, illetve azt is, ugye itt volt Petr Pavel is a cseh vezető, és akkor azt mondja, hogy Franciaország és Csehország jól tudja, hogy a háború visszatért európai földünkre, és hogy egyes hatalmak, amelyek meg megállíthatatlanná váltak, napról napra tovább terjesztik a fenyegetésüket, hogy még jobban megtámadjanak bennünket, és hogy nekünk meg kell felelnünk a történelemnek és a bátorságnak, amelyet az megkövetelt. És ismét megismét azt mondta, hogy jelenleg nem tartott, hogy Párizs egyelőre nem fontolgatja, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába. A megjegyzéseivel további vitát akart kiváltani arról, hogy mindent meg lehet tenni Ukrajna támogatására, különösen annak területén. Ugyanakkor most is hangsúlyozta, hogy szükségessé válhat a szárazföldi erők közvetlen bevetése, és azt is mondta, hogy a kijelentése alaposan megfontolt és átgondolt volt, illetve a cseh elnök pedig azt mondta, hogy lehet, hogy meg elhatárolódott, és azt mondta, hogy egyáltalán nem beszéltek ezekről a kérdésekről, hanem a segítségnyújtásnak a különböző formáiról beszéltek. Így lehetne ezt nagyjából összefoglalni. Én továbbra is azt kérdezem, hogy miről szól ez az egész? Mi többször beszéltünk egy könyvről, és én 2 nappal ezelőtt újra kezembe vettem. Ha jól emlékszem, 1962-ben írta egy amerikai professzor Kahn az Eszkaláció című könyvet, hogy hogy jutok el a csodálatos jó szomszédi viszonytól a totális háborúig. Ez 44 lépés. Én nagyon sokat gondolkodtam, és nem tudok választ adni, hogy a orosz-ukrán háborúban a 30. lépésnél tartunk. Amit Macron mond, az keresztül vihetetlen. Minden tiszteletem a franciáké. A Pavel, aki 4 csillagos tábornok, rendkívül ügyesen határolódott el. Elmondta hasonlót, mint Macron, de nem azt. Mi a eszkaláció lényege? Hogy kezdődik ez a háború? A németek azt mondják, hogy csak romsisakot és védőmellényt adok az ukránoknak. Ebből 2 év alatt lett Leopard 1-es, a legkülönbözőbb lövegek és a többi. Ez az eszkaláció. Tehát amit ma Macron mond, az ostobaság. De lehet, hogy néhány hónap múlva ezek lesznek a politikai realitások, mert az eszkaláció így fog tovább menni. Én ettől nagyon félek. Viszont milyen értelme van? Tehát, hogy ugye, ha bármelyik választót megkérdeznek, akkor nagy valószínűséggel azt mondja, hogy nem igazán óhajt meghalni Ukrajnáért. Tehát nyilván, amikor a választókat megkérdezik, és a választók szavaznak, akkor nem azért szavaznak bárkire, hogy elküldjék Ukrajnába őket. Szóval, hogy lehet ezt úgy megcsinálni, hogy a társadalom mondjuk nem lázad fel, vagy nem mondja azt, hogy már pedig legyen bármi, mi oda biztos, hogy nem fogunk menni. Vagy ilyenkor azzal kell számolni, hogy csak és kizárólag a kiképzett katonák mennek Ukrajnába, akiknek ez a hivatásuk, de akkor még mindig ott az a dilemma, hogy mi van, ha Oroszország a mi területünkön mér válaszcsapást. Egy, kettő, tessék mondani, mi van, ha katona nem hajlandó oda menni, ugyanis az ő esküjében nem volt benne, hogy hagyja el Franciaországot, és a francia vélt vagy valós politikai célokért megdögöljön elnézést Ukrajnába. Tessék mondani, ekkor mi van? Következő, mi a francia dilemma? Atomhatalom vagyok. Második világháború győztese vagyok. Most hogy győztek, ezt felejtsük el, mert erről rengeteg tanulmány készült, hogy le kellett állítani a Riomi pert, mert a francia monopoltőke jelentős része együttműködött Hitlerrel. Tehát ezek nagyon csúnya dolgok. Franciaország a biztonsági tanács állandó tagja, és Franciaország próbál úgy politizálni, mintha nagy hatalom lenne.
Egyszer azt mondta Johnson de Gaulle-ra, hogy próbál olyan erősnek mutatkozni, mint amilyen gyenge. Mi volt de Gaulle jásza, hogy Európa az Atlanti óceántól Vlagyivosztokig terjed, magyarul nincsen benne az USA. Tehát rengeteg dolgot érteni kell, aki a francia politikát értékeli. Ezek nagyon-nagyon nehéz kérdések. Ma Macron véleményem szerint a második ciklusát töltő francia elnök, aki próbál, mint nagy elnök bevonulni a történelembe. Amit eddig csinált, az alapján ez nem fog sikerülni. Hallgatói kérdésekkel folytatnánk. Így szól az első kérdés. Tisztelt Nógrádi úr, Dimitri Medvegyev Ukrajna felosztásáról beszélt, és egy térképet is mutatott, amin az új határok láthatók. Medvegyev elképzelésének lehetnek realitásai, és neki mekkora a politikai súlya, mint a védelmi tanács elnök helyettesének? Egy, ma neki semmi politikai súlya nincs, de ismerik. Kettő, hogy Putyin után ki fog jönni, ez ma meghatározhatatlan és megmondhatatlan. Három, amit fölvázol térkép, annak alapvető célja az, hogy a románokat, lengyeleket, magyarokat szembeállítsa Ukrajnával, és Ukrajnát nyugaton gyengítse. Ez orosz célból logikus. A kérdés az, hogy ezt a horgot ez a három ország bekapja. A következő kérdés, kedves tanár úr és Tamás, az lenne a kérdésem, hogy Ukrajna megelégedne azzal, ha semlegességet kapna az orosz-ukrán konfliktus lezárultával, akár ő is kezdeményezhetné ezt a biztonsági tanácsban. A válaszát előre is köszönöm, remélem jönnek valamikor Szegedre, üdvözlete Bálint. Egy, én éveken át jártam Szegedre, boldogan megyek, ha hívnak. Kettő, hát Ukrajnának nem kell kezdeményezni a semlegességi státuszát, be kell jelenteni, hogy semleges. Ez ma az orosz stratégiai cél. De ez bekövetkezik, akkor a nyugat úgy érzi, hogy vesztett. Akkor minek adott 100 milliárd dollárnyi eurónyi fegyvert, pénzt Ukrajnának, ha nem tudja elérni, hogy Ukrajna a nyugati szövetségi rendszerbe tartozom bele, amire egyébként alapvetően alkalmatlan, és a NATO és az EU tagja legyen. Köszönjük. Egy újabb kérdés. Üdvözöllek, kedves Tamás, és üdvözlöm Önt, kedves tanár úr. Egy február 29-én napvilágot látott híradás azt közölte, hogy német katonák fognak Litvániában állomásozni. Miért kell ennyire erősíteni a NATO keleti szárnyait? Mitől fél Európa, mitől fél Amerika? Vagy ez lehet egy nyílt provokáció Oroszország felé, mint a vörös vonal minél jobbani eltolása? Válaszokat előre is köszönöm. Üdvözlettel Margitics Roland Tamás Nyírkátáról. Köszönöm, de a kérdés, bocsánatot kérek, pontatlan. A NATO keretében magyar csapatok is vannak ebbe a térségbe, tehát pontos megállapodás van, hogy melyik balti országnak hogyan védjük például a légterét. A német egységek szimbolikusak, a balti államok számára nagyon fontos, hogy NATO erők állomásozzanak ott, mert úgy érzik, hogy ezzel függetlenségüket meg tudják Oroszországgal szembe védeni. Ez nem provokáció, ezt még az oroszok is elfogadták. És akkor a mai utolsó Igen. kérdésünk egy nagyon fontos kérdés. Kedves tanár úr, teljesen furcsa kérdésem lenne. Lassan le Oké. kell cserélnem régi Mercedesemet. Ön melyik típust hajtja? Tudna mondani róla pár szót? Évjárat, motor, kilométerállás, mennyit megy vele, stb. Minden jót önöknek. Köszönettel, Laci. Őszinte választ adok. Egy. 18 kocsim volt életemben. Az első 8 Trabant volt. Imádtam. Tudom, hogy ilyet ma nem illik mondani, csodálatos volt. A második 8 Volkswagen volt, nagyon-nagyon szerettem, jók voltak. Utána vettem egy C-s Mercit, a passzátjaim sokkal kényelmesebbek voltak. Most van egy pont 3 éves E-s Mercedesem. Én éveken át mindig 100-105 ezer kilométert mentem évente. Most részint a Covid hatására, részint azért én is tetszik vagy nem tetszik, öregszem, ennek a töredékét megyek. A 3 éves S Mercedesben 90 ezer kilométer van, hogy hány lóerő és hány köbcent is fogalmam sincs, egyetlen kocsimnál se tudtam. Az elmúlt 4-5 kocsim dízel volt, ez most benzin, én semmiféle különbséget nem érzékelek. Bárki, akinek fogalma van az autózásról, öngyilkos lesz ilyen mondatoktól, és ahogy 4 éves lesz a kocsim, akkor eladom, mert aznap lejár a garanciája. Nem tudom, mit veszek helyette, nem értek hozzá. Én eddig minden kocsimat külsőre vettem meg, tehát egyetlen kocsimról se tudtam a köbcentit, mit tudom én, miket nem értek hozzá. Én nem vagyok a stresszben Mercedes-től. Tehát nem tudom. Lehet, hogy ezzel együtt egy Mercit veszek, nem tudom megmondani, de néhány kocsi nekem nagyon szimpatikus, a Volvo, a Lexus. Nem akarok nekik reklámot csinálni, meglátjuk.
és köszönöm a Ugyanis kérdést. használt autó eladó, és várjuk az autószponzorokat. Ezen fontos kérdés megvitatása után a hallgató játékot mondja még el a tanár úr, amire lehet játszani március 15-éig, péntek éjfélig. Én most az első kulturális kérdést tettem föl, és elnézést kérek. A világ egyik legcsodálatosabb zeneszerzője volt Johann Sebastian Bach. A Lipcsei Tamás templomban dolgozott. És a templom előtt van a szobra. És ez a szobor három dolgot mutat. Az a kérdésem, hogy mi ez a három dolog, erre várom a választ, és nagyon szépen köszönöm. Várjuk tehát a válaszokat www.ultrahang.tv/játék, ez az az oldal, ahol beküldhetik nekünk. Tanár úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Én köszönöm szépen a lehetőséget. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, iratkozzanak fel a csatornánkra, jöjjenek el Dunaszerda helyre, Nyúrra és Köbölkútra, mindenkit szeretettel várunk, részletek a videó leírásában és a www.ultrahang.tv/rendezvények oldalon. Legyen szép a napjuk, viszontlátásra, viszonthallásra.